Nyilván egy nyitott tárcaképéhez hozzátartozik, miniszter úr, hogy az ilyen esélyegyenlőséget biztosító programok mellett az ön hitelességét is megőrizze valamelyest. Egy ellenzéki képviselő azt mondta, hogy a nemzetbiztonsági kockázat ma, és hogy megfontolná a lemondását. Ezt kérdezte. Én csak azt teszem hozzá kérdésben, hogy ön azt a 3 évvel ezelőtti ügyet, amelyben közpénzek elköltéséről van szó, hogy látja. Tisztelt szerkesztő úr, a helyzet az, hogy 2013 nyarán jelenlegi élettársam, aki a sajtóban felröppentett álhírekkel ellentétben se nem titkárnő, se nem titkárságvezető volt a Honvédelmi Minisztériumban. A minisztérium egyik nagyon fontos részlegét osztályvezetőként irányított ez a parlamenti iroda vagy parlamenti titkárság. Az illetőnek 2 diplomája, 1 szakvizsgája van, és 13 esztendei honvédelmi minisztériumi közszolgálatot követően közös megállapodásunkkal 2013 nyarán távozott a tárcától. Én magam ugyanekkor 2013 nyarán jogerősen, közös megegyezéssel elváltam feleségemtől, akivel 2 csodálatos gyereket neveltünk fel. Innentől kezdve azok a kérdések, hogy bármiféle zsarolhatóság vagy eltitkolt viszony állna fenn, hát fel sem merül. Úgyhogy ami pedig a közpénzekre vonatkozó kérdését illeti, rengeteg hivatalos külföldi úton veszek részt. Az elmúlt napokban is hát azért nem tudtam frissibe reagálni a sajtóban megjelent zömmel álhírekre, mert részben Brüsszelben a védelmi miniszterek értekezletén, részben pedig Münchenben a biztonságpolitikai fórumon képviseltem hazánkat. Hát oda is többen kísértek el, közöttük szintén egy osztályvezető, aki egy nős ember, tehát mielőtt még hírbe hoznák az illetőt, hadd mondjam ezt el. Semmiféle szabálytalanság nem történt, semmilyen külföldi utazás kapcsán. Még annyit hadd tegyek talán hozzá, hogy soha nem foglalkoztam szállodák kiválasztásával, utaztatási tevékenység folytatásával. Mindig az apparátus az, aki javaslatot tesz egy delegáció összetételére, ők szervezik meg az utat, ők foglalják le a szállást. Fogalmam sincs arról, hogy melyik szállodai szobán mennyibe került a heti rendszerességi külföldi útjaim során. Köszönöm szépen.